A Magyar Honvédség küldetése a 21. században címmel tartott előadást Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka október 29-én Nyírbátorban. A Városháza dísztermében tartott tájékoztatón a Magyar Honvédség parancsnoka többek között szót ejtett a katonák szerepéről az illegális migráció és a koronavírus okozta járványhelyzet kezelésében, majd kitért a honvédelmi és haderőfejlesztési program eddigi eredményeire, valamint az ezzel járó feladatokra. Hangsúlyozta, a biztonságpolitikai helyzet romlása azt mutatja, mindig felkészültnek kell lenni. A legnagyobb kihívás az, hogy készítsük fel a katonáinkat arra, hogy a hagyományos és nem hagyományos módon, hibrid hadviselés elveit követve, minden hadszintéren, földön, vizen, levegőben, a szájbertérben és az űr segítségével legyünk képesek teljesíteni a küldetésünket, megvédeni a magyar embereket. A haditechnikai eszközök érkeznek folyamatosan, ennek a használatára is fel kell készíteni a kollégákat, ami technikai ismeret harcszolgálatot jelent. Ettől sokkal fontosabb lesz az, hogy a harci technika mögött lévő ideológiát, azt az elvet, azt a paradigmaváltást legyünk képesek végrehajtani, katonákat felkészít, amit megkövetel maga a technika. És közben ez a rendkívül divers, rendkívül összetett hadműveleti körülmények között legyünk képesek sikeresek lenni. A Magyar Honvédség parancsnoka emlékeztetett. A sorkatonaság megszűnésével a társadalom és a Magyar Honvédség kapcsolata megszűnt. A legfőbb cél ennek a kapcsolatnak az újjáépítése. Remélem, hogy jó úton vagyunk, vissza kell építenünk ezt a kapcsolatot. Nem vagyunk rossz állapotban a rendszerváltáshoz képest, hiszen egyre többen ismerik a katonákat, hiszen találkozhatnak velük az utcákon, a határon, a kórházakban, és a zömében pozitív képet kapnak róla a magyar emberek. És valóban én azt gondolom, hogy az egyetemi képzés és a kadét program az segít abban, hogy a fiatalok valóban közelebb kerüljenek a honvédelemhez, a honvédelmi ismeretekhez.